én, hogy Andriska, akarsz-e zenét tanulni, mert hogy lehetne zenét tanulni, lehet zongorázni tanulni, meg lehet hegedülni tanulni, te mit szeretnél? És én egy kicsit gondolkoztam, azt mondtam, hogy igen, szeretnék zenét tanulni, és inkább zongorát. És erre a szüleim egy kicsit összenéztek, és azt mondták, hogy kár, hogy ezt választottad, mert zongorára nincs pénzünk, úgyhogy inkább válasz hegedűt, mert hegedűre van pénzünk. Ilyen módon inkább hegedülni irattak be, és én szorgalmasan hegedültem, nem túl nagy sikerrel. Van olyan pontja az iskolának, ahova most szívesen elmennél valami érdekességet, valami kalandos történetet feleleveníteni? Szerintem két hely is van, ami érdekes. Az egyik a külső focipálya, mert ott majd megmutatom azt a kaput, ahova én belerúgtam életem első gólját, és rögtön azt mondták a többiek, hogy az les. Lesből volt, és én nekem ott ment el a kedvem a focizástól egyszer s mindenkorra. És van itt egy oldalt, egy kis földterület, ahol mi, mint szorgalmas osztály, ültetvényeztünk. Oda kötődik az egyik első erotikus élményem, már 7.-8., mert egy lányka, akivel együtt dugványoztunk, egy eléggé laza felső ruházati cikket vett magára. Úgyhogy miközben ő dugványozott, én meg ott álltam vele szembe, és pont beláttam a kebleire, és ez a mai napig még megvan bennem. Tehát az a 13 éves, 14 éves korú gyereknek az emléke. Aki előre menne, de mindig hátra néz, elvég minden út irány. Ám ha célján kívül se lát, magára ölti a magányt. Na hát, ahol itt mendegélünk, ez a Tallér utca. Ebben az utcában laktam gyerekkoromban. Itt járkáltam, ahol most megyünk, itt én mentem akkor, amikor mondjuk 6 éves voltam. Az a különbség, hogy akkor nem volt aszfalt, hanem még valami másféle. Ja, meg ez a ház. Hát például itt laktak a Halmágyiék annak idején, akik Csengődön kis gazdaságuk volt, és hoztak onnan bort. Úgyhogy amikor vasárnap édesapám azt mondta, hogy most akkor ígyunk egy kis bort, akkor lejöttünk ide, és itt vettük meg a bort. Olyan ez, mint egy ilyen kis falu, egy ilyen kis kertváros, nem? Igen. Úgy is éltek itt az emberek? Vagy úgy éltetek itt akkor? Igen, olyan baráti, ismerősi hangulatban éltek itt az emberek. Például ide a Katonai kertjébe átjártunk, és ott mit tudom, volt piknikezés ott a ház háta mögött. És innen már lehet látni a mi házunknak a konyháját, ami ott van. Az egy érdekes hely volt, az a konyha, mert onnan lehetett látni a tűzijátékot. Ez az én szülőházam, és életem első 2 évében innen néztem ki ebből az ablakból. Akkor volt egy ilyen nagy rács elé rakva, ilyen kidomborodó rács, kibugyrosodó rács, aminek hogy az alsó részére még oda is lehetett tehénkedni. És akkor én onnan kandikáltam. Az volt a fürdőszoba ablak, az a kerek. Aztán egy kicsivel később átköltöztünk a másik lakásba, ami ezzel szemben van. Úgyhogy ez az a ház, ahol 20 éves koromig éltem. Nagyon szívesen emlékszem, na például ez a kerítés, ez egy nagyon jelentős rész, mert készült egy fénykép annak idején, ami már elveszett, de a lényeg az, hogy én itt ülök a fényképen, így, és körülöttem áll a család. Itt a nagypapa, nagymama, papa, anya, onnan készült, az utca közepéről lett lefényképezve, és az a különbség, hogy én akkor úgy ülök, olyan kicsi volt még a lábam, rövidke, hogy így a combom hozzáér ehhez a dörzsös kőhöz, és csak így, tehát ilyen eléggé nyújtottan ültem. És hogy most tessék, nézzük meg, nem is ér hozzá a combom ehhez a kőhöz, már annyira nagy lett a lábam. És ez egy annyira érdekes dolog, hogy megnőttem. Akkor voltam 6 éves, kb. És még emlékszem, egy kis rövid nadrág volt rajtam, és ez a kő, ez egy eléggé ilyen dörzsös, ilyen most is durva, ugye? Na, aha. Hát én emlékszem arra az érzésre 6 éves koromból, hogy az hogy dörzsölte itt a combomat. Hányan laknak ebben a házban, s van-e házi úr? Van-e valaki,
aki bosszankodni kezd, ha egy lámpa kiül. Zenész, színész, humorista, buddhista pap, ennyi mindenfélék lehetünk-e? Hát hogy ne lehetnénk? Hát és nem kötelező. Tehát senki nem mondja meg az embernek, hogy egysikú legyen, vagy azt, hogy sokoldalú, hanem mindenki maga amilyen. Nem erőlködtem azért, hogy sok mindent csináljak. Tehát a zene az adódott, az egyszerűen terápiás eszköz. A hülyéskedés adódott, ugye voltunk az iskolában, hát ott engem az osztályfőnökünk kinevezett az osztály bohócának. Vicces gyerek voltam. Tehát az is úgy vérből jön. A buddhizmus az pedig megint csak vérből jön, mert mindig érdekelt, hogy hogy van a világ. Tehát akkor már, most már hol tartunk? Akkor gyakorlatilag ott van, hogy ez mind jött velem, ez az egész csapat. Nagyon sokan azonosítanak téged ugye Besenyő Pista bácsival. Igen. Ő hogy született meg? Ő egy szűrlet, több karakternek a összerakottsága. Egy nem megfogható identitású ember. Nem tudni, hogy vidéki, vagy városi, egy biztos, hogy egy ostoba ember. Viszont nagyon okosnak képzeli magát. Na most innentől már az egész, tehát gyakorlatilag az egész lakosság valahol benne van. Egy ilyen titokzatos figura, aki mégiscsak szimbolizálja az összemberiséget. Bármikor tudsz Besenyő Pista bácsi lenni? Tehát annyira részeddé vált, hogy ha én most azt kérem, hogy most nem Lár Andrással beszélgetek, hanem hát... Na várjon, jó napot, Pista bácsi. Meg egy pillanat, azért nem úgy van az. Tehát azért kérem szépen, jól disztingváljuk, hogy mit mondunk, vagy mit nem. Mert ha már mondunk valamit, azt kimondtuk, igaz? Ha nem, igaz? Jó mondom? Tehát most mondom ezt, ugye? De ez még nem az, amit majd fogok. Ugye, amit majd fogok, az még nem ez. Tehát a kettő között van ez, amit most mondok, ugye? Ez, amit már mondtam, ez meg, amit fogok, ez meg, amit most mondok. Na most ez tud nagyon sokáig tartani, amit most mondok. Egyébként érdekes, hogy Besenyő Pista bácsi nem csak neked a kedvenced, hát az iskolában azonnal volt egy gyerek, aki idézett téged. Igen, hát tudta igen. A te egyik monológodat. Normális! Hála az égnek. Szóval azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó választás volt Lárpurlár társulatot csinálni annak idején. Itt Galla Miklósról is szeretnék megemlékezni, sőt tulajdonképpen most ezen a ponton ő róla elsősorban, hiszen ő szekírozta ki belőlem, hogy legyen egyáltalán ez a költői est. Az volt a címe az első költői estnek, hogy Lárpurlár. Ez teljesen szokatlan ötlet volt, hogy ilyen komoly költői est külsőségek között hülye verseket mondani. És én nem is akartam eleinte, mert én lusta természetű vagyok. Tehát én azt gondoltam, hogy nem kell annyit csinálni mindenfélét. És akkor a Galla rávett, igaza volt, jól tette, és csináltuk, és egészen mostanáig tart a dolog. Tehát most mennyi ide? 80, tehát 25 év. És annyira nem tudsz elszakadni ettől a környezettől, hogy most végül is visszatértél ide, ha nem is a szülői házba, de annak nagyon a közelébe. Igen, hát a helyzet a következő, hogy itt vettem lakást. Itt, ebben a szembe levő házban, ott az a felső csücsök, még nem vagyunk beköltözve, de már majdnem. És ez azért érdekes, mert gyerekkorom játszó helye, ennek a háznak az udvara. Úgy játszunk, mint meg annyi kis gyerek. Az élet közös gyerek. Kettetes gyerek? Megnőtt. Ott lógtak ki a lábaim. Felnövünk egészen, mire rájövünk, a mászóka nem is az égig ér. Na, kérlek szépen, itt volt egy nagyon érdekes játszópont. Hát kezdődik azzal, hogy ezek a bokrok nem voltak itt, hanem a Taliga Gyuri, aki itt lakott ebben a lakásban, ő kijött ide, meg én is kijöttem, és hoztunk műanyag katonákat, és itt fű volt, ő fölrakta a seregét így, én fölraktam a seregemet így, és mindig egyet léptünk egymás felé, és minden egyes lépés után egy ilyen kis rugós ágyúval, szögekkel lődöztük egymás seregét. Még az is lehet, hogy itt a fűben, ha egy kicsit mélyebben leásunk, valahol lesznek még ilyen, igen, ilyen műanyag katonák maradványai. Itt rohangáltunk körös körül, és akkor választottunk, hogy most rablók vagyunk, vagy csendőrök, és lényeg az, hogy egymást üldöztük. Egy kicsit így a bujócska és a fogócska határán mozgó játék. Emlékszem azokra a fákra, erre,
meg erre a másikra, hogy ezek ilyen nagyon kis vékony fák voltak, kis facsemeték, és most tessék, mekkora böhöm óriás nagy fák lettek. Ha a Jóisten is úgy akarja, és születik gyerekünk, akkor az a kis gyerek itt fog szórakozni azon a helyen, ahol én is fel alá járkáltam. Úgyhogy ez nagyon érdekes számomra már így előre. Ebben a lakásban lakott az Ilonka néni, aki házmester volt. És mi őt bosszantottuk úgy, hogy egy kis tolbetétet vettünk, egy golyos tolbetétet, aminek a végéből kiszedtük a írórészt, és kifújtuk belőle a festéket, és akkor lett egy nagyon pici kis fémcsövecskénk, aminek a végét így összefogtuk fogóval, kicsit visszahajtottuk, hogy biztosan ilyen légmentes legyen az egyik vége lezárva. Leszedtük a gyufának a fejét ilyen kis porba, és azt a foszforos port belenyomtuk, 3-4-5 gyufa fejet, ledugaszoltuk jó alaposan egy papírral, és akkor egy kis Merklin fémépítőbe befogtuk, ami egy ilyen kis állvány volt, és akkor így állt ki ez a cső, mint egy kis ágyú valóban. Beraktuk ide, és alá raktunk egy gyertyát. És egy idő után ez felrobbant, egy óriási robbanás, és elkezdtünk elrohanni, és az Ilonka néni jött cseprővel, üldözött minket itt körbe. Hello, szia, Lár András vagyok. A Pista ott van? Igen. Jaj, de jó. Lejön a Pista egy picit? Már is megy, jó? Köszi, köszi, szia, helloka. Szia, Pityukám, csókollak. Hát megjöttünk, szia. Képzeld, hogy itt mászkáltunk a kertben fel alá. Emlékszel a rablós csendőrökre, amit itt körbe folytattunk? Hát, hogy itt? Hát a hátsó udvarok egybe voltak nyitva. Az azt jelentett, hogy házanként olyan 15-17 gyerek volt. Hihetetlen nagy itt ilyen bújócska, meg lövöldözés, meg indiános, meg szóval, amit el tudtok képzelni. Akkor mi nem volt kerítés a házak között? Nem volt a kerítés a házak között, tehát ez teljesen egész a Tököl útig ki lehetett menekülni, tehát tudtunk olyat csinálni, hogyha valakit itt kereste az anyukája, apukája, hogy kéne hazamenni, akkor már le is lépett ott az aranyval fele, és már itt se volt. Úgyhogy ilyen trükkeink voltak, meg aztán volt ott az a ház később épült, ott volt az, ami igazi grundunk. A grund, ezt kezdtem el mondani. Ott kezdtünk, ott játszottunk, ami addig tartott, amíg egyszer valamelyikünk egy gránátot talált a II. Világháborúból ott a nagy játék közben, és akkor így kézbe hoztuk, akkor lelettünk tétva róla sokáig. Minden családnak volt egy füttyele. És akkor, ha bárkit kerestek, vagy kommunikálni kellett a szülők, akkor erre a fütyjelre működtek a gyerekek. És akkor ezért aztán itt mindenki mindent hallott, hát többek között az ő hegedülését is, de ez jó volt, mert tudtuk, hogy már nem hegedül, és akkor le tudtuk hívni. Mi nagyon sokat ültünk, vagy egy padba, vagy egymás mögött. Például az egyik, ami megmarad, és emlékszem rá, hogy mi akkor tájt rovásírással leveleztünk egymással, hogy a tanárok ne értsék, hogy mit. Mi általános iskola óta, 6 éves korunk óta ismerjük egymást, és hogy ez az osztály, ez még mai napig összejár. Ez egy óriási dolog. Azóta sajnos meghalt az egyik osztálytársunk, pont egy olyan osztálytársunk, nem biztos, hogy jól emlékszem, de talán ő adta először a gitárt az Andris kezébe. Ez így van. Egy osztály kiránduláson. Úgy van. Mert ugye akkor ő komoly zenésznek számított a hegedűjével, és akkor mondta, próbáld meg a gitárt. Náluk volt egy házi buli a Farkas Barnáéknál, amikor a bátyának a gitárját a kezembe adta, és az volt a legelső alkalom. Hm. És jó, akkor most az lesz, hogy ő ott fog lakni, meg itt, és fogunk egymásnak minimum integetni, de gondolom találkozunk. Hát gondolom, hogy csak találkozunk. Hát például a lakás szentelőmre most meghívlak. Köszönöm szépen. Kapásból. Néha egy bűvös pillanatra